Négy év után újra megválasztotta a szakmai zsűri Magyarország szépét és két udvarhölgyét a Duna Televízió vasárnapi gála műsorában. Magyarország szépe Hacsi Boglárka lett az első udvarhölgy címet Szabó Orsolya, a második udvarhölgyét pedig Novák Zafír Bella kapta. Már is Kis Gábor István folytatja vendégeinket. Köszönjük szépen, a gála műsor folytatódik, hiszen vendégeink itt a stúdióban a szépség királynő Hacsi Boglárka. Jó reggelt, Jó reggelt. kívánok! Jó reggelt. Jó reggelt. És Kárász Róbert, jó reggelt, jó reggelt! Hát én elsősorban vagy elsőként reggelt. szeretnék így is és most is gratulálni. Köszön és kívánom szépen. neked azt, hogy ez nagyon sokáig tartson. Köszön. Te azt kérdezted, elnézést, hogy tegeződünk a nézőknek, mondom, hogy kollégák vagy kollégát úgy, vagyunk, ismerjük egymást. Azt kérdezett tőle, hogy milyen volt hétfő reggel felébrednie, meg azt kérdezem, hogy most már negyedszer milyen volt felébredni szépség királynőként. Most már egy kicsit nyugodtabb, a reggelek egyébként hasonlóképpen telnek, mint a hétfő reggelem, tehát hogy mindig nézem a telefonomat, mi történt eddig, milyen üzeneteket kaptam, úgyhogy de már nyugodtabban kelek. Mennyire lepte meg önt az az érdeklődés, amelyet mi láttunk innen kintről, de talán önök a felkészítő tábor izoláltsága miatt nem biztos, hogy érzékeltek? Hát én abszolút meglepődtem, hogy mennyien érdeklődtek így a verseny iránt, de egyébként azt gondolom, hogy ez teljesen normális, hiszen mégiscsak Magyarországot fogom képviselni a világversenyen. Hogy élte meg, milyen érzései voltak? Nem is csak azzal, hogy ön lett az első helyezett, az ön fejére került ez a csodálatos korona és a szalag, amely azt jelképezi, hogy ön a legszebb, hanem az egész folyamatot milyen érzések vették körül? Az egész folyamat egyébként egy ilyen óriási adrenalinnal teli ö, felkészülés volt, abszolút élveztem az egészet, és azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon izgalmas időszak vár rám. Az mtv nek ez egy jó lehetőség volt, hogy tulajdonképpen ennyi, ennyi, szép lány egy időben óriási figyelmet generált ennek a műsornak, és azt gondolom, hogy a műsor az hozta azt a színvonalat, amelyet talán elvárható volt tőle. Hát önmagában azért azt is mondjuk kell, hogy persze egy ilyen típusú műsor is nagyon fontos, de az, hogyha évekkel korábban ugye kimaradnak a műsorok különböző okok miatt, mint például a Covid miatt, akkor ugye még fokozottabb ugye a kíváncsiság, az érdeklődés. Azt azért szeretném elmondani, ugye én a zsűri tagjaként vettem részt ebben a műsorban, és bár többször hangoztattam azt, hogy a zsűri tagjainak szerintem nagyon nehéz dolga volt, nem annyira természetesen, mint a jelentkezőknek, de tényleg nehéz volt eldönteni ugye a folyamatos kivonulások, a különböző ruha, különböző forgatókönyvek során, hogy, vagy mozdulatcsorok után, hogy ki legyen a legszebb. Mi úgy ítéltük meg, és ugye a pontszámok alapján alakult ez így, hogy a zsűri tényleg úgy ítélte meg, hogy Bogi a legszebb. De ugye a tévénézőknek valamennyivel könnyebb dolga volt. Mert ugye volt közönségszavazás, és ugye ők azt látták, ami a tévében ment. Miközben láttuk persze azt is, hogy milyen volt a felkészülés időszaka, voltak a versenyek, ugye Orsinak, és a többi uh, uh, királynőnek, meg, bocsánat Bogi, tehát hogy neked, meg Orsinak, és. Uh, Zafír. Igen, Zafirnak is ugye rengeteg dolga volt az arversenyeken, és ott tovább kellett ugye jutni. De én azt gondolom, hogy ha már vasárnap, ugye Bogi fejére került ez a korona, nem tudom, hogy így van-e de én azért azt feltételezem, hogy a neheze az most fog jönni. Abszolút teljesen egyet tudok ezzel érteni, szerintem ez csak az első kör volt, és most egy nagyon komoly felkészülés következik majd. De nagyon szimpatikus volt, ahogy már királynőként nyilatkozta ön azt, hogy Vállalja a feladatot, jól csinálja, szeretné megtölteni valódi tartalommal. Ez egy, ez egy nagyon szimpatikus hozzáállás volt az ön részéről. Köszönöm. Igen, én igyekszem minden elvárásnak eleget tenni, és tényleg köszönöm azoknak, akik megszavazták nekem ezt a bizalmat. Remélem, hogy elégedettek lesznek velem. A, a zsűri tagjainak nehézségei a te esetedben még nem értek véget, mert szeretném, ha válaszolnál egy kicsit részletesebben arra a kérdésre, hogy hogyan álltak össze ezek a pontszámok, melyek voltak a legfontosabb szempontok. Említetted már, hogy pontok döntöttek, a szakmai zsűri meghozta a döntését, de hát a pontszámok nem maguktól jönnek, milyen szempontok domináltak. Hát igen, ugye ezt szokták a leggyakrabban kérdezni, hogy kinek mit tetszik, ki milyen szempontok alapján gondolja azt, vagy érzi azt, hogy na ő a legszebb. A zsűrének egytől öt pontig lehetett szavaznia. Még egyszer mondom, hogy ugye, amit a nézők láttak, ugye az már maga a verseny volt mi korábban a felkészülésnek az időszakát is láttuk. Voltak persze mini interjúk, ahol a lányok elmondták azt, honnan érkeztek, mivel foglalkoztak eddig, mit szeretnének például képviselni az életük során, vagy a következő időszakban, és annak nagyon nagy jelentősége volt. Ki nyelveket? Kinek például milyen a személyisége? Azért azt ne felejtsük el, bár ugye én nem tudom, mert Bogival én annyit azért nem beszéltem, a verseny után ugye gratuláltam neki, de itt a pszichének is rendkívül nagy jelentősége lesz. A Bogi egy világversenyen fogja képviselni Magyarországot. Ráadásul egy olyan versenyen, ahol közismert, hogy a Miss World az valami olyasmit kér el, a résztvevőktől, hogy valóságosan képviseljenek valamit. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy mire mondja azt, hogy ő azt képviselni szeretné. És ugye ezért fontos, hogy a Pest megyei szolgálatot választotta, vagy választották egymást, vagy ezt a területet övezi az ön érdeklődése. Igen, abszolút. Egyébként ugye mi voltunk is a Pest megyei kutatómentőszolgálatnak a bázisán, hihetetlen volt számomra, amikor ott voltunk, tehát ott az önkéntesek olyan munkát végeznek, nagyon megható volt, és a lányokkal megkönnyeztük azt az időszakot. Mi jön most? Hát most egyelőre még egy kis pihenés, és nyár végétől kezdődik a közös munka, viszont én addig is szeretnék mentálisan és fizikálisan is készülni. Mentálisan és fizikálisan is kihívás elé állította a résztvevőket ez a verseny, jól látom, és én csak, én csak jól, jól, néztem, És, de és azért is mondtam, nem. hogy ugye a zsűri pontozás az egy kicsit más azért, mint a, a képernyő előtt ülve, hogy hozzuk meg, hogy ki lesz a, a közönségdíjas. Az egy picivel szerintem egyszerűbb. De itt egyébként bogi esetében, hogy bárki, aki megnyerte volna ezt a versenyt, ott nagyon-nagyon fontos, hogy azt tudjuk, hogy az az adott személy, az adott hölgy, Ebben a borzasztóan megterhelő időszakban, ami majd jön, egy világversenyre felkészülni, az egészen más jelent, más utat jelent, mint jelentkezni ugye a, a versenyre, magára a versenyre egy adott országon belül. És a nagyon drukkolok boginak, hogy, hogy tényleg legyen mellette, de biztos, hogy lesznek, legyenek mellette olyan személyek, akik végig tartják a kezét, fogják a kezét, nem csak fizikailag, hanem érzelmileg is hogy amikor nincsenek mellette már az utolsó órákban, pillanatokban, ő tudja azt, hogy az ő kezét most sokan fogják. Mi legfeljebb szurkolhatunk, hogy ez így legyen, de Bogi mosolyából arra következtetünk, hogy ő meg tudja a választ, hogy ki, tu ki tudja önt támogatni ebben, a, ebben, a, ebben az életpályában, ebben a helyzetben. Az édesanyám és a párom egész végig a tábor alatt is mellettem voltak, minden nap beszéltem velük telefonon, szóval ez óriási lelki segítség volt számomra ők gondolom kitartanak, de milyen szakmai segítséget tudna még elképzelni, egyáltalán, hát most te is beleláttál a, a szépségversenyek világába, a kulisszába, a kulisszába. Milyen, milyen segítségre lesz, szakmai segítségre szüksége a Magyarországot képviselő királynőnek, bármelyik őtök válaszolhat? Én azt gondolom, hogy egyébként a stáb és a szervezők is abszolút mellettem állnak, nagyon sok mindenben kapok tőlük segítséget, már most is, és a korábbi királynők is egyébként ott vannak, mindenki megkeresett, és mondta, hogy nyugodtan hívjam őket, megadták a telefonszámukat, és bármikor kereshetem őket egy beszélgetésre, úgyhogy én úgy érzem, hogy rengeteg segítségem lesz. Tehát szövődtek barátságok igen. akkor a táborban? Mondhatjuk így is, igen. Robert, hogy értékeled csak az MTVA részét, a műsor részét, hiszen egy parádés kiállású hát show valami volt. Hát show volt, showműsor volt, fantasztikus sztárvendégekkel. Ugye mi ezt már az elején elmondtuk, hogy ezért lesz sok újítás a műsorban, és szerintem egy ilyen típusú élőműsort elkészíteni, ezt azért mondjuk el a nézőknek, hogy minden, ami ilyenkor adásba kerül, azt a feladatcsort, az tulajdonképpen hónapok munkája előzi meg és miután azért élő műsorról beszélünk, tehát hogy most is mi itt vagyunk és beszélgetünk, itt is bármi történik, vagy bármi történhet, hiszen aki dolgozik, az tud hibázni. Ezzel most csak arra akarok kiukadni, hogy azok a kritikusok, akik mondjuk a műsor során láttak kisebb akikat, azok azért azt fogadják el, hogy ez egy élő műsornak a velejárói, tehát hogy ezzel nincsen semmi különös probléma, de összességében azt tudom mondani, hogy szerintem ez egy nagyon látványos, nagyon jó show műsor volt, ugye a só tekintetében, és a legfontosabb dolog szerintem megvalósult, megtörtént, hogy Bogi fejére került a korona, és ennek nagyon-nagyon örülünk, és tényleg hadd mondjam -e még egyszer, hogy nagyon-nagyon drukkolok neki, miért? Nekem két lányom van, az egyik 26 éves, a másik pedig 17 éves. Ilyenkor egy apa mindig elgondolkozik azon, hogy vajon az ő lányai alkalmasak lennének-e arra, pszichésen mondjuk, hogy egy ilyen versenyt vállaljanak, mert ebben tényleg borzasztó munka van. Ezt mindenki tudja és egyezze meg, hogy Bogi addig, hogy azt az utat, amit megtett és idáig eljutott, iszonyatosan nagy munkája van benne. Nekem is két lányom van, egy korosztályjal fiatalabbak, de ugyanezen gondolkodtam. Na, hát ez így van az a Köszönöm persze. szépen, Lányos, apukák, gratulálunk, köszönöm jó szépen. munkát kívánunk, köszönjük szépen, Hacsi Boglárka és Kárász Igen. Robert. Még azt kérdezzem meg, hogy a világverseny mikor van? Decemberben lesz már. Decemberben, meg. fú, ez, még ez kemény idő. Ott leszünk, ott <laughs> lesz a figyelmünk, köszönjük szépen. Köszönjük, köszönjük szépen, és gratulálunk. köszönöm.